Sziasztok! Péntek van, ma szoktam böjtölni, de mivel nekiállok halpogácsát csinálni, mert olyan buta voltam, hogy elővettem a mélyhűtőből halakat, és arra nem gondoltam, hogy ma nem kéne enni, viszont megsütni már meg kell. Úgyhogy halpogácsát fogok sütni, és ha kész lesz, nagy valószínűség szerint meg is fogom kóstolni. Addigra pont lejár a 24 órás böjtöm, úgyhogy ez most csak 24 órás volt, nem baj. Mutatom, mi kell a halpogácsákhoz. Remélem isteni lesz. Puszandás! Hát először is kell hozzá hal. Természetesen ez most tengeri hal, tőkehal, mert ugye a édesvízi halak azok eléggé szálkásak, és az nem annyira barátságos. 1 kg 10 dl halam van most itthon, sima tőkehal. Kell hozzá 4 darab tojás. Ez hántorc felezett kendermag, egy icike-picike utifűmakéje, majd a pontos adatok meg lesznek adva az infoboxba. És ez mandulaliszt, amit csak és kizárólag a zsemlemorzsa helyett fogok használni. Só, bors, természetesen ezeket, amit itt láttok, összekeverjük az aprítógépbe, belehengergetjük a mandulalisztbe, és kisütjük. Ennyi az egész. Elfelejtettem mondani, hogy ezt a halat 2 részletben fogom megdarálni a Turmix gépemben. És mindig úgy szoktam kezdeni, hogy ha tojást és hántolt feledett kendermagot sütök, főzök bármihez, hogy először a tojást és a kendermagot turmixolom meg egy kicsit, hogy amennyire lehet aprítsa el a penge a kendermagot. Sokkal jobb a hatásfoka a kendermagnak, hogyha így csinálom, úgy ittem főzés technikailag. És utána teszem bele csak a húst, úgyhogy most 2 tojás a fél kendermaggal és a fél hallal, aztán a következő adag jön. Na hajrá! Húsfép kész is lenne, nézzétek meg milyen nagyon szép. Azt gondolom, hogy én most sót és borsot tettem bele, de mindenki azt tesz bele, amit szeret. Tehát nem tudom, mi illik még az ilyen halakhoz, de mindenkinek van valami sajátos ízlése, azt tesz bele, amit akar. Egy fontos dolgot nem mondtam még, én a halat a mélyhűtőből vettem elő, tehát mielőtt beleteszed a aprítóba, azért jól nyomkod ki, mert elég szépen engedi a levet, ezt nem kéne a fasírba beletenni. Ennyi. Na, sütöm, azt együnk. Íme elkészültek, 23 és egy kis nyambat, összesen 24 gombócka. Jaj, na jól van, szépen néznek ki. Történt egy kis blamás, elfogyott a zsírom éppen, hogy mielőtt a halgombockákat sütöm, el kellett fussak a boltba zsírért, mert ugye olajjal nem főzök. Úgyhogy most fogom őket szépen kisütni, és nincs is több gondunk vele. Sülnek már zenefüleimnek. Wow, nincs is egy. Elkészült a mű. Egyik felét kicsit megégettem, aztán észbe kaptam, hogy mégse kéne nagy lángon. Ez van, béna vagyok néha. Felvágtam egy szép gombócot, nem tudom mennyire látszik, hol a kamera. Kellően rugalmas, egyáltalán nem esett szét, tehát nem kell bele semmiféle sűrítő anyag. Így ahogy van, csodálatos, a kender ma megtette a magáét, elég jól egybe tartja a dolgokat. Egy íme a halpogácsa, azt hiszem, hogy kapormátást csinálok mellé, és tálalom. Voilà! Este 8 óra, kis halpogácsák engem várnak. Hát kész van a... Mi is? Mit is mondtam? Mi ez? Kapormártás? Hát nem nevezném kapormártásnak, 5 perc alatt csak összeforraltam kicsi sóval, kicsi édesítővel, bele egy kis tejszín. Semmi extra, semmi hagyomány, de nagyon finom megkóstoltam. Most szépen lezuttyintjuk. Így, né! Jó étvágyat, Viki! Ho-ho-ho-ho!